Nem tudom, hol van. Györgyi Virág megérkezett. Olá Máté, Urbán Lajos, Pusomi Viktória, szia! De mikor találkoztunk? Istenem! Nem? Örülök neked! Elment az idő. Jelentkezett 16 éves. Milyen hangszer? Zongora. Zongora. Te tanultam a zongorát? Ő magától csak, tudod. Üljetek le, tehát lesz egy egyperces kis izé, megnyitva, aztán utána elindul. Utána majd ki kell menni minden szülőnek. Engem Györgyi Virágnak hívnak. Nógrád szakállból érkeztem. Endre falvára jöttem. Sósargyalban lakom. Lécságról érkeztem. Csökélybe jöttem. Szlovákiában születtem, és ott is élek. Örkényről jöttem, de Kecskeméten tanulok klarinétot. Gitáron és szaxofonon játszok. És zongorázok 3,5 éve. Éneket tanulok. Zongorán játszok. És oboázok. Ő zongorán játszok. Páter Zoltán vagyok. Mi volt a második? Van olyan konkrét klasszikus darab, amit játszol? Bach? Ismersz ilyen jazz akkordokat? Mutass egy páron. Hogy érzed magad most a válogató után? Bizonytalannak. Nem voltam elég jó szerintem. Mondott valamit a Ferenc? Nem. Mosolygott. Nagyon kedves embernek látszik amúgy. Voltak nagy meglepetések, és hirtelen nem tudom elmondani, de volt egy pár, ami tényleg nem is tudtam volna elképzelni, hogy olyan helyen van, itt tényleg egy igazi tehetségre bukkan az ember, de előfordul. Ashes with me, I paint a lie, to let you know tonight, tonight, for me and you, my part-time lover. Okay, köszi, valami Frank Sinatra valamit, olyan swingesebb. I need it up more than I could chew, but through it all, but there was love. I need it up and spit it all, I face it all, but I stood tall, and hear it my way. Okay, köszi. Te voltak in America? Akkor beszélsz. Ja, a középszinten beszélek a mondóban, elég jó. És az iskoládról honnan hallottál? Hát haverok. És most maradtok itt Magyarországon, gondolom. Hát én mindenképp maradok itt Magyarországon, maradsz. Mert rendőrnek tanulok, aztán itt ezek rendőr Magyarországon. Rendőrnek tanulsz? Nem akarsz énekelni inkább? Akkordokat mennyire ismered? Hát nagyjából az alapokat, de abból sem. Hát, C-dur, C-dur 7-es, F-dur, F-mol. Hú, hát furcsa érzés van bennem, mert most azon filózok, hogy most mi lesz, mert ez a dolog dönteni el nagy részt az életemet, hogy tudnám-e azt csinálni, amit szeretnék az életben, a zenét, vagy nem? Elsősorban, ami nagyon fontos, hogy játszanak a gyerekek. Akiben látok valamit, ahol el szoktam beszélgetni, voltak itt olyanok, akik még van bennük valami, de nagyon, nagyon alap dolgok hiányoznak, ami nekik még be kéne poltolni. Nagyon soknál hiányzott az alap. Ja. Kéne sokkal többet foglalkozni, nagyon kevés, megmondom őszintén.
Kevés. Ez a klasszikus, neked nem állna rosszul, amiket ott, csak még többet. Ja. Nem mondom azt, hogy meg lesz, mert nagyon sok tehetséges fiatal gyereket láttam, hallottam, itt a folyosók, és megijedtem, hogy Isten, mit keresek én itt, gyerünk haza. De most, hogy bementem, és a művész úr mellé leültem, megnyugodtam egy picit. És nagyon jó érzés volt, hogy mondta, hogy azt, hogy még egyszer játszom el neki. Ez nekem már ezért megért eljönni, hogy láthattam, leülhettem mellé, és hogy játszhattam neki. De ez még jobb volna, hogyha gyakrabban tudnánk ezt csinálni. Most kezdtem volna el énekelni. Ki lehet egy olyat próbálni, hogy leülni a zongorához? A zongorához. Csak egy picikét, jó? Kedvemé. Oké. Okay. Kéne még egy évig csak zongorát tanulni. Nem akarod? De. Vagy zongorával gondolod, de nincs zongora? Vagy? Nincs. Ez pedig nagyon kellene. Annyi rutinom van, hogy meg tudom állapítani, hogy a gyerekben van valami, és akkor felveszük, és kap egy hangszert. Na, mindenkinek van hangszere. Zenész szeretnél lenni? Igen. Szeretnék ilyen művészulattól tanulni. És itt hanozni van szinte, mint a többi. És az előfordult már, hogy 5 másodperc után tudtad, hogy ez a gyerek kell? Ő oda van? Igen. Igen. Ezt lehet abból látni, valaki leül, akkor megfogja a hangszert. Volt itt egy srác, nem is tudom, hogy meg. Még nem tud rendesen játszani, de azért a kezem a megvan hozzá, meg szól, jó szól a gitár a kezét. Ide leülsz nekem, az is elég, ide. Na, mutass nekem valamit. Volt olyan, hogy megláttad magadat valakiben? Még nem, de nagyon várom. Oktatós épület, ide fogsz járni a legtöbbet. Itt van 9 terem. Ebből az egyik a számtek terem, a másik 8-ban csak zene. Éjjel-nappal. Itt vannak a blokkok, ahol a diákok laknak. És B-vel kezdődik, az első a B, C, D és E. Hogy te ott vagy az E blokkban. És leghátul vannak az apartmanok, ott vannak a tanárok, Feri bácsi, meg én is ott vagyok. Úgyhogy bármi van, akkor ott megtalálsz engem. Jó? Menjünk akkor hátrafelé. 2011-ben volt az évnyitó, és ez azóta folyamatosan működik minden évben, tehát az évben 12 hetet. Egyébként én sem tudtam, tehát nem számítottam erre, hogy ilyen sok tehetséges fiatallal találkozom. Van, aki Budapestről a fővárosból, van, aki vidéki nagyvárosból, illetve vannak, akik a vidéki legkisebb településeknek is a széléről érkeznek hozzánk. Mikor voltak a meghallgatások, akkor mi utazunk, jutottunk olyan helyekre, ami tényleg azért nem nagyon változott az én gyerekkorom óta, sőt, még talán rosszabb is lett. Ezért is csinálod ezt? Igen, ezt ezért csinálom, hogy ne legyen nekik olyan nehéz, mint amilyen nehéz nekem volt. Kedden pénteken kap mindig egy-egy órát. Ezen kívül kap a Lakatos Gyuritól, vagy a Balázs Jáncsitól kamaraórát. Abból is kap egy héten egyet, kettőt. Ezen kívül van szolfés, elmélet, angol, improvizáció, klasszikus, zenetöri, jazztöri. Tehát, hogy jazz hegedűt, hogyha szeretnél, szeretne tanulni, akkor lesz, abból is lesz kettő.
Ez a dolgok. Tehát, hogy így épül fel. Van, amikor egy nap van 5-6-7 órája reggel 10-től. Van, amikor csak egy vagy kettő. Tehát mindenkinek egyéni órarendje van, 60 egyéni órarend van, de mindig ki van rakva a nagy órarend is, hogy kinek hol kell lennie. Rájönnek, hogy megváltozott az életük azzal, hogy tulajdonképpen beleraktuk őket egy olyan mederbe, ami a normális, átlagos, másnak átlagos, nekik magas színvonalú életet jelenti, és megtanulják azt a rendszert, ami zeneileg is nyilvánvalóan fontos, de hogy működik az élet. Mit kell azért tennünk, hogy A-ból B-be lépjünk, mik azok a szakmai, iskolai, morális, etikai elvárások, amik tulajdonképpen befolyásolják majd az egész életet. Fordítva lesz az óra, szerintem. Én fogok itt tanulni, úgy látom. Hát édesapám készíti, ez egy dél-amerikai kena. Uh-huh. Ez egy egyszerű épies fóvala, és ez pedig egy egyiptomi bambusz fóvala lesz. Uh-huh. Vannak olyan gyerekek, inkább a pestiekre jellemző, akik elég komoly zenei háttérrel jönnek, többnyire klasszikus képzettségű gyerekek. Sokan vannak, akik nagyon szeretik a jazz, vagy már tudnak jazz játszani, tehát tudnak improvizálni. A vidéki gyerekeknél nehezebb a helyzet, mert ők nem találkoznak olyan közvetlenül, mint például a budapestiek. Ezt meg is lehet érteni. Elérkeztünk ahhoz, hogy majd meg kellene szólaltatnunk ugye egy bőnfúvolát, ami tulajdonképpen így néz ki. Nem volt még a kezében sohasem ilyen hangszer? Zenés családba születtem. Apukám szintén jazzzongorista, zongoratanár, úgyhogy igazából nem volt más választásom, mint a zene. Választottál volna mást? Nem. Látott már volna a rendszert? Soha. Itt van a táblán. Hány vonalból van? 5 vonalból van. És hozott is nekem egy ilyen füzetet. Ez az A, így van. Következő. H. És jön a C. Visszamegyünk. A C-t még egyszer szolgassuk. C. H. A. És G. Szuper. Szuper. When the best starts to be, I could spend on a small end, I could wait on. Elkezdtem felvenni a hangszert, és apunak volt egy kis fogalma, hogy épülnek fel az akkordok, és akkor úgy elkezdett velem egy kicsit foglalkozni. És utána volt tanárod esetleg? Utána már igen. Hogy tanultál gitározni? Apukám tanított meg nekem egy kis számot. Ő gitáros? Igen. Mielőtt idejöttél a táborba, hány évet játszottál gitáron? Nem játszottam egy évesen. Körülbelül 3 hónapot. Fura volt, mert megkérdezték tőlem, hogy 6 hetet hogy bírnám ki itt. És hát mondtam, hogy hát nehezen, mert még nem voltam sehol sem, tehát huzamosabb ideig. És hát elég elgondolkodtam rajta, hogy vajon eljöjjek-e rá. Mert ugye nem csak én, hanem szüleim is ragaszkodtak eléggé hozzám. Hát nagyon nem mentem el sehova. Megijednek nagyon az első találkozáskor, amikor elmondjuk ezt a 6 hetes kurzust, aztán meg a 2x3 heted a 6 hét, az nagyon hosszú időnek tűnik, de hogy azt követően ezt így
mivel a fiatalnak itt tényleg nagyon pörgős az élete, mert nagyon intenzív a egy nap, meg a kurzusok is nagyon intenzívek, ezért így mindig belátják azt a szülők, hogy igen, itt a gyereke biztonságban van, jó helyen van, és hogy azért van itt, mert ide szereted volna jönni, és hogy zeneileg fejlődjön, és egyébként még nagyon is jól érzi még ezek mellett magát. Teljesen úristen, meg se szólaltam amúgy. Tényleg, csak ott ültem a padon is. Rubbasztottam, meg csak leskelődtem, hogy mi hogy van itt, meg nyomkodtam a telefonom. De tényleg, senkihez nem szóltam. És ez miért volt? Én nem tudom, de nagyon sokat változtam már azóta. Nagyon sokat. Az, hogy ilyen sokáig vagy távol a szüleidtől, ez nehéz dolog? Hát igen, mert nekem még csak ez az ilyen egyik leghosszabb tábor, mert csak egy hétig voltam még messze. És hiányoznak a szüleid? Persze. A szüleid egyébként hogy viselik? Hát nehéz nekik is, de muszáj kibírni. Első nyáron te eljöttél? Igen, egy hetet voltam. De miért? Hát kicsi voltam, meg én nem voltam még soha távol szüleimtől, szerintem ezért is. Pedig jó, hát akkor is már jó volt. Megijedtél? Meg igen, fura volt. De mindig. Most már sok barátod van. Persze, most már mint egy nagy család olyan az egész. Mert innen. Igen. Először is, amikor megláttam ezt a helyet, hát nagyon tetszett az egész. És láttam, hogy jó a közösség. Már akkor is felnéztem azokra a diákokra, akik már az első évfolyamban is voltak itt, és akkor én is mindig mondtam, hogy mutassatok már egy-két akkordot, meg tanítsatok már valamit. De szerintem ez a lényeg a tábornak, hogy nagyon jó a társaság. És itt azért ez az idilli környezet, Felsőörs és a Balaton közelsége, a társaság, azt, hogy itt olyan jó kis csapatok alakulnak ki, nagyon jó, mert átlagban sok az egyforma korosztály, hasonló dolgok várnak rájuk az életre, meg tudják osztani egymással, életre szóló barátságok kialakulhatnak. Hát ami a legfontosabb, a kamarazenélés öröme. Itt úgy alakulnak ki duók, triók, kvártettek, hogy észre sem veszik, elkezdik játszani valamelyik számot, ahhoz beszáll a másik, és utána kiderül, hogy ez tök jól működik, és lehet együtt csinálni. Hát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és azt hiszem, hogy nagyon jó érzés ennek a részesévé válni. A lényeg nekem, hogy a gyerekek, mikor már itt vannak, hogy rögtön zenekart alakítanak, az lehet duó, lehet trió, vagy kvartett, vagy nagyobb létszám, hogy együtt játszanak. Ez a lényege.
egy zenésznek szerintem nem csak szólistaként kell tudnia érvényesülni, hanem nagyon fontos az is, hogy más zenészekkel együtt tudjon működni. Játszottál korábban zenekarban, mielőtt ide jöttél? Ilyen zenekarokban, amik itt vannak, kvártettek, kvintettek, talán egyszer-kétszer. Még mindig azt tanulom, hogy ez hogy működik. A legfontosabb ebben a zenében maga a játék. Hogy itt együtt tudnak játszani és gyakorolni, ez talán ettől fejlődnek a legtöbbet. Ez egy beszélgetés, és ez nagyon fontos a jazz zenében. Erről szól az egész. És még elállj saját magát. Ez egy nagyon nagy dolog nekik, hogy itt tanulhatnak, és egy olyan tanári kartól, akik a Schneidberger, Feri, vagy mondhatnám az összeset majdnem, akik híres zenészek, és ez nekik nagyon nagy élmény. Biztos vagyok benne, és láttam is, mert nekem is nagy élmény lenne. 14-15 évesen nem gondoltam, hogy én tőlük fogok tanulni, vagy az, hogy majd egy asztalnál leszünk, meg hogy az, hogy majd velük fogok játszani, azt abszolút. Tehát ez kész. Itt a táborban minden különleges, semmi sem úgy működik, ahogy esetleg más intézményekben, mert sokkal ember közelibb. Másoknak ez az életben nem adatik meg. Csak egy koncerten messziről láthatja, de mi beszélünk vele. Nem csak tanárdiák kapcsolat alakulhat ki, hanem tulajdonképpen egy nagyon szoros emberi kapcsolat is, tehát más kérdésekben is fordulnak hozzám, nem csak zenei kérdésekben, és ezáltal nincs elengedve egyik diákomnak sem a keze tanítások után. Felemelő. Igen. Hát tudod mi, már dallamtalan. Ja, mert mindig ez. Hát azt mondja, hogy mindig az, vagy mindig a másik, az teljesen mindegy. Csak önmagában dallamtalan. Én ezeket az embereket csak otthon az interneten néztem, YouTube-on. És most pedig olyan környezetben vagyunk, hogy ezektől az emberektől tanulhatunk. A szövegeket úgy érzem. Picit soknak érzem ezt most, amit változtattál meg, hogy mondjam, nagyon pregnáns. Például ezt ne csináld, hogy for once I can touch, but my heart is a dreamer. Én a klasszikus tanítom, a jazzgitárt, aztán zenekari gyakorlatot. A gitarosokban azt hiszem 22 van, ha jól tudom. Nagyon sok. Élvezed az oktatást? Én szeretem, persze, csak egy idő után elfogadok én is. De ez egy darabig tart, egy-két óra, aztán jönnek a gyerekek, aztán játszunk velük. Ja, esténként szoktak itt fellépések lenni, aminek nagyon örülnek, mert egymásnak játszunk, tehát szokják a közönséget, szokják a színpadot. Ez nagyon jó az egészben. A zenekari óránk Feribával nem szokott lenni, de szoktam hallani, meg néha bemegyek a zenekari óráira, amikor ő tartja, és csak hallgatom, ahogy játszik a többiekkel. De az is nagy az élmény. Is, így van, igen. Kik voltak a tanáraid?
Schneidberger Ferenc és Tóth Mátyás. Milyen érzés Schneidberger Ferenctől tanulni? Elmondhatatlan. Figyelj, Lacik, na. És akkor taps van, és akkor még hogy mi lesz most? Ha ebből a tempóból elassulsz, az nagyon ciki. Ez már nagyon lassú. Na? Kurzus az 6-7. Ez egy hosszú idő, és itt vannak végig velünk. Aztán egy idő után, egy hét után, hogy ezért vannak a dolgok, aminél oda kell figyelni, ami egyébként teljesen normális, és szükségük van a mentorokra. Ők minden nap elbeszélgetnek a gyerekekkel, odafigyelnek rájuk. Egyébként nekünk is nagyon fontos, mert nélkülök. Meg az az egész stáb nélkül nem működne az egész iskola. Főképpen ugye a mindennapoknak a működésében dolgozunk a mentor és animátor kollégáimmal együtt. Ez azt jelenti, hogy a tanároknak minden segítséget megadni ahhoz, hogy el tudják kezdeni az órát, hogy hatékony legyen az óra, hogy akkor tényleg időben ott legyen egy fiatal. You like dancing. Zolika, you gained a chance to sing. So. I like chips. Excellent. Az biztos. I like chips. You like chips? And? What can you do? What's your instrument? I can piano. You need the word play. Bele kell tenned a gondatba, play. I can't play the piano. Excellent! Very good. Sanyi? I like milk. Yes? Ezen kívül pedig természetesen ezeknek a fiataloknak a zenei életén kívül az iskolai életüket, ami nyilván a kurzuson kívül érdekesebb, illetve a családi helyzetüket, tehát hogy ezekről legyen egy, ezekre legyen egy rálátásom, tehát hogy egy képet kapjak róluk. Az nagyon fontos, mert fontos, hogy mikor Margittal találkoztam először, mert ő jött felvételiztetni, igen, meghallgatni. És hát ő tette fel a kérdéseket, hogy milyen lenne itt lenni, meg ővel töltöttem ki az lapokat, meg minden. És rendkívül pozitív személyiség, fiatalos, fürge, tehát pozitív hatást gyakorolt rám. Tehát alapból úgy jöttem, hogy hát itt nem találkozhatok rossz emberekkel, hogyha ilyen mentorom lehet. És hát ez így is lett. Az egyik srác végig csinálta a nyári 6-7-es kurzust, 20 éves srác volt, és az őszi kurzusra nem tudott visszajönni, mert el kellett mennie dolgozni. Aztán persze közben tartom velük a kapcsolatot, és most a tavaszi kurzusra meg tudtuk oldani azt, hogy visszajöjjön. Tehát ezt a 3 hetet itt töltse és ne munkában. Ki a mentorod itt a táborban? Margit. És ő miben tud neked segíteni a tábor alatt? Hát, hogyha például, hogyha most valami vitába kerülök, vagy valami rosszba, akkor ő mindig megmondja, hogy mit tegyek, mit ne tegyek. Tehát... Kerültél már rosszba? Hát, néha igen.
Tudsz mondani egy példát? Nem akarok. Szomorú vagyok, akkor megvigasztalnak, meg neked segítenek amúgy így sok mindenben. Ha például vannak koncertek, akkor ő is elkísér. Meg hát szoktunk, persze keresik egymást egyébként, hogy hogy van. És a tanulmányi átlagodra ők figyelnek? Hát figyelnek, mert próbálnak segíteni. És vannak itt ugye segítők is, akik próbálnak felhozni, például matekból. Mit csinálsz, amikor nem zenélsz? Hát szabadidőmben barátokkal szoktam valahova kimenni, de inkább gyakorlok. Vannak azok az időszakok a kurzusok idején, amikor a diákoknak nincsenek óráik, ezt pedig az animátorok segítik értelemmel megtölteni, tehát megfelelő programokat szervezni a kikapcsolódáshoz, feltöltődéshez. Bum! 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 Bum. Szia! Megvan akkor az alap, most következik az intelligens boom, ami arról szól, hogy én témákat fogok mondani, azt mondom, hogy tenger. És kell egy olyat mondani. És akkor a témával kapcsolatos szó, ami eszedbe jut, azzal lősz a másikra. Aki előbb mondja, az nem, oké? Okay? A végén csinálhatjuk kiesősre. Rendben? Figyeljetek akkor, azt mondom, hogy zene. Kar. Zenekar. Zenekar, oké. Okay. Rendben, oké, okay. Gyorsabb voltál, zenekar, szuper. A gyerekekkel együtt vannak felkéréseitek szerepelni, fellépni? Nagyon sok. Nem tudunk már eleget tenni a felkéréseknek, ja. Büszke vagy ilyenkor rájuk? Hát igen, meg nagyon izgulok, hogy így akkor így minden rendben legyen, odaérjen, felérjen a színpadra, meg hát ez nagyon nagy élmény. Fogod? Aha. Hát azt látom, hogyha bekerülnek egy ilyen körbe, egymást segítik. Ezért sokkal befogadóbbak, sokkal elfogadóbbak egymással szemben, empatikusabbak lesznek, formálódik a személyiségük nagyon rövid idő alatt. Az elején nagyon zárkozott voltam, de most már hát kezdek feloldódni itt a közösségben, hát már ideje lesz lassan. Másképp nézek a világra szerintem így, ilyen nyitottabb. Eddig otthon így nem nyíltam ki, meg nem mertem énekelni emberek előtt. Mindig el kellett bújnom, de tényleg úgy énekeltem, hogy elbújtam is. Tényleg amúgy. Light up your face with lightness, hide every trace of sadness. Oh, dug a tear, maybe ever so near. There's the time you must keep on trying to smile.
Én nagyon sok mindent kaptam fiatal koromban, a sorstól, tanároktól, művészektől. Hogyha akkor nem segítettek volna rajtam, akkor én már nem lennék az, aki, semmilyen szempontból, nem csak zenei szempontból. És ezt vissza kell szolgáltatni a sorsnak, és én ezt meg is teszem, és a legnagyobb örömmel tényleg, mert megérdemlik és tehetségesek. És neked azzal megy el, hogy ezt gyorsan akarod játszani, abszolút nem kell, mert akkor egy csomó hiba lesz benne, amit nem érdemes megcsinálni. Egy turbógombnak is szoktam nevezni a központot, tehát hogy így ráerősítünk arra a tudásra, ami benne van, és ebből igyekszünk kihozni a maximumot, és csak abban az esetben működik, hogyha ebbe ő is beleteszi az ő saját tudását. Nálunk most tényleg olyan gyerek nincs, talán egy vagy kettő, akik nem olyan gyorsan fejlődnek, de a többiek hihetetlen. Ja, úgyhogy a fejlődésük egyszerűen fantasztikus. Ez a 12 hét, ami ez egy ilyen eléggé intenzív folyamat, az kevés. Tehát nekünk kell meghagyni egy csomó gyereket, akiket felveszünk, hogy maradjanak még. Mert őket még csiszolni, tanítani, foglalkozni kell velük. Sok szempontrendszert veszünk figyelembe, elsődlegesen a zenetanár véleménye számít. És ezen kívül pedig nyilván, mivel itt közösségben élünk együtt, az is számít, hogy hogyan működik itt együtt a közösségben. Tudjátok mindannyian, hogy benne van a pakliban, hogy nem jöttök vissza. Most vegyük alapul azt, hogy senkit nem hívunk vissza. Most ez az alap. Akkor mi van? Akkor kiben, mi van ezzel kapcsolatban? Mádagom. Émi? Én mondom az őszintét, én. Nekem azt lett legjobban nagyot így a szívemben, hogy így a zenészeket, így a zenész barátokat megismertem. Nagy dolog volt, hogy talán ott tanulhattam, mert nagyon nagy élmény volt. Legnagyobb élmény az, hogy olyan embereket ismerhettem meg, akikkel mindig is szükségem volt, és azon az adott helyszínen nem találtam. Itt van ez a csodálatos komplexum. Adni kell csak lehetőséget, és azzal a pillanattal tulajdonképpen elindítjuk az útján az embereket. Nem biztos, hogy mindenkiből profi zenész lesz, és nem biztos, hogy mindenki egetrengető karriert fog befutni, de maga a zene szeretetének megtanulásával, megtanításával teljesebb életet lehet élni, hiszen zene nélkül hát lehet élni, de nem nagyon érdemes. Úgyhogy azt hiszem, aki innen kikerül, azt lehet mondani, hogy boldog ember lesz valamilyen szinten. Annyira jól sikerült a program, nagyon sokat felvettek. Főiskolára, konzervatóriumba, többen készülnek külföldre, tovább tanulni. Én szerintem nagyon sok fiatal marad zenei pályán. Itt a központban is van egy belső zárókoncert, a tavaszi
kurzus harmadik hetének a végén, és még ott el szokott dőlni az, hogy ki az, aki ténylegesen kiviheti a darabját a Budapesti nagyzáró koncertre. Mi van? Én úgy nézem, mintha én is fellépnék. Így kezdek Becivel. Az jó. Mi alapján választottad ki a Kickstarter-t? Elsősorban zenekari gyakorlatokról hozzunk rá, elkezdtük, tehát zenekarunk szerint. Hogy ki milyen, ez együttesben, nem személy szerint, hanem egy együttes, egy kombó, hogy produkál, hogy játszanak a koncertet az alapján. Meg egy-két szó alapján. Fiatal gyerekek, akik még ilyen színpadon nem léptek fel, vannak köztük olyan. Van köztük olyan, aki már, nem tudom én, kétszer-háromszor előfordul, de többnyire, többségük nem. Úgyhogy nekik ez egy nagy kihívás, és nagyon örülnek nekik. Nagyon nehéz. Hát én próbálom ezt csak a zenei szempontból nézni, és valahogyan olyan döntéseket hozni, hogy jó a gyerekeknek, de nagyon nehéz, mert mindenkit nagyon szeretem. Sokan nem szerepelnek? Igen. Volt 38 zenekar, és 20-an mehetnek. Leszoktam velük ülni beszélni, ez körülbelül 10-15 percig tart, vagy lehet, hogy tovább. Erről az egészről beszélni, hogy ez igazán miről szól. És akkor ezt többnyire meg is értek. Miről szól ez igazán? Hát arról, hogy akik például nem tudnak fölvétni, azok nem azért nem lépnek föl, mert nem tudnak, vagy nem tartanak, hanem egyszerűen legjobb produkciókat kellett kiválasztani, és nem félnek bele a műsorban, egyet. Ha nem lehet 4 óra, 5 óra aztán keresztül játszani. Milyen érzés a gyerekekkel felállni arra a színpadra? Jó. Nagyon jó. Öröm. Büszke vagy rájuk? Nagyon. Persze, nagyon. Szerepeltek a budapesti koncerten? Igen. És milyen érzés volt, amikor kiderült? Hú, hát kerestem a nevem, és ott van a nevünk, és én nagyon örültem neki. A budapesti koncertre mész? Sajnos nem. Tavaly sem játszottam, mert általános a túljelentkezés. Hát túljelentkezés, ha szabad így fogalmazni, tehát most is 4,5 órás volt a koncert, és max. 2x50 perc, ami megengedett ott. Tehát ezt már tavalyra szűrtem, hogy itt úgymond nagy a versengés, persze pozitívan, tehát mindenki készül és megpróbál bejutni. Úgyhogy nem vagyok letörve. Tehát mindig van egy új lehetőség. Ez nem akadályoz meg semmiben. Mit jelent nektek ez a koncert? Hát, hogy megmutassuk magunkat azért, hogy valamit elértünk itt a táborba. Izgultak? Én nem. Hát azért. Én nem. Én úgy gondolom, kell egy kicsit izgulni. És mi kell? Hát nem tudom. Ennyi. Én nem izgulom, tényleg. Nincs mitől.
gyakorlunk, és aztán, amikor felépünk a színpadra, és együtt vagyunk ugye ott, akkor így megvan a gyümölcse aztán, hogy kiteljesedünk benne. Mit érzel most így utána, a koncert után, a tábor után, vége van egy évnek? Hát vége van, de most számolom, ez most április, május, júniusban már találkozunk. Elszalad az idője. És már gondolkodok a következő, hogy fogom csinálni. Kicsit sajnálom, hogy vége lett ennek az egésznek. Hát remélem visszahívnak a következő évre is. Nagyon szeretnék már visszajönni. Annyira össze vagyunk szokva, hogy mindig, és mindig ez van, hogy mindig hazamegyünk, és szinte ránk jön a síras, tényleg annyira hiányzunk egymásnak, de tényleg. És hát nehéz, de már jó lesz majd otthon is szerintem. Nekem ez most már elfoglalta a fél életemet, azt elmondhatom, ja. Sokat, nagyon sokat jelent. Aminek nagyon örülök az, hogy a gyerekeket felvették az iskolákba, tudnak tovább tanulni, tehát sikeres, tehát nem hiába való az egész. Az ember elfárad, mindenki elfárad egy idő után, de megéri. Néha vannak olyan pillanatok, amikor azt mondom, tényleg olyan elegem van, nincs kedvem. De amikor hallom őket játszani, akkor elfelejtek mindent. Ja.